Itt vagyunk az Árpád-Fejlő gimnáziumban. Mi a motivációja arra, hogyha meghívják egy ilyen előadásra, hogy eljöjjön és a fiataloknak elmondja egy történelmi óra kiegészítést? Igen. Hát tulajdonképpen én a Pintér István történész nemzetőr ezredes vagyok, a Gróf Batthyány Lajos Nemzetőr Szövetség, illetve a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Nemzetőr Egyesület tisztje. Egyébként ez a Magyar Nemzetőrségen belül van. És ha már itt tartunk, így mondhat erejéig, a 48-ban is volt nemzetőrség, 1918-19-ben is, amikor az országunkat kellett védeni. Azt talán kevesen tudják, hogy 44 októberében is volt rövid ideig, és 1956-ban is. Ők mindig az országot, tehát ők mindig az országot védték fegyverrel, tehát én büszke vagyok arra, hogy ennek a szervezetnek a egyenruháját viselhetem. Ennyit első menetben. A második menetben én a 48-49-es szabadságharcnak egy bizonyos részével, azon belül főleg Görgei tábornok tevékenységével foglalkoztam, illetve foglalkozok. Körülbelül 20 évet vártam arra, hogy a kiadványom megjelenjen. A másik témám az első világháború, amiről a fiammal együtt, ifjú Pintér István történésszel együtt 4 könyvet írtunk, a harmadik pedig a második világháborúban a Magyar Királyi II. Honvéd Hadsereg harcai, illetve a ki vagy kik voltak a felelősek a 44. október 15-i fegyverszedi kísérlet kudarcáé című könyvben. Tehát ezekkel foglalkozok. Na most a fiatalság, én úgy gondolom, hogy rendkívül fontos dolog, tehát az életkoruk, és úgy gondolom, hogy ez az a korosztály, akiknek különösen középiskolások, gimnazisták, akiknek már lehet is adni. Itt a hazaszeretettől kezdve a nemzeti nevelésig, én úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen dominál. Na most a könyveinket, azokat úgy írtuk természetesen, hogy a hadtörténeti levéltárba is kutattunk, illetve olyan visszaemlékezések, naplók, emlékiratok, itt tisztek, tábornokok, diplomaták, miniszterelnökök, magyar, német, orosz, angol, francia, tehát mind a két oldalról összevetve, amikor előadást kérnek itt a katonai vitézség az első világháborúban, akkor hát azt mondom el, ha 45-49-es szabadságharcot kérik, akkor azt mondom el, illetve hát szoktak különböző könyvemutatóink is lenni. Akkor ezek a katonai vitézségek, ezek nem teljesen úgy vannak, mint ahogy a történelemkönyvekben? Jó, megtanítják a Mohácsi vész, meg a satöbbi feleségeiket tanítják, igen. Már kezdhetnénk ugye a Pozsonyi csatával. Úgy van, pontosan, nagyon jó a kérdés. Na ezt itt az elég ki is felejtettem, hogy mi a katonáinak a győzelmes csatáiról, illetve győztes hadjáratairól szoktunk előadásokat tartani. Természetesen nyilván voltak vereségeink is, az én megítélésem az, és nagyon remélem, sőt biztos vagyok benne, hogy nem vagyok ezzel egyedül, hogy azért nem csak mindig a vereségeinkről kell beszélni, hanem igenis nekünk olyan katonáink voltak, akikre büszkék lehetünk, akik az országot, a nemzetet, a hazát védték, akiknek a győzelmes hadjáratairól illik beszélni. Több első világháborús könyvnél, hát úgy, hogy így mondjam, ez motivált bennünket a fiammal együtt, mint ahogy említettem, mert az első világháborús könyveket együtt írtuk. Miért az első világháború? Ugye azt mondják, ismerek olyan embert, aki azt mondja, hogy az első meg a második világháború az egy nagy háború. Igen, úgy van. Hogyan lehet ezt így átadni a fiataloknak ilyen rövid idő alatt, hogy megragadjon bennük? Igen. Ez egy nehéz feladat volt. Úgy van, igen. Valóban így van. Hát nézve, azt merem mondani, hogy hát elég hosszú évek óta csináljuk már ezt a fiammal. Gyakorlatilag középiskolásoknak is, általános iskolásoknak is, itt elsősorban 8. osztályosokra gondolok, fölnőtteknek, nyugdíjas korosztálynak is. Na most
Hát eredetileg én a 80-as években ugye tanárként is dolgoztam, tehát nyilván van egy bizonyos fajta pedagógiai, pszichológiai hát végzettségem is, és nyilván azért az évek alatt kialakult az, hogy egy ilyen rendkívül nehéz, mert hogy rendkívül nehéz tömény anyagrúban szólít ugye a hadtörténelemnél, amennyire lőhet a legkülönbözőbb mondjuk hadosztályoknak a számát, stb. Nem szoktam mondani, mert hát az úgyis elfelejtődik. Tulajdonképpen igyekszük a legfontosabb kérdésökre hát koncentrálni. Viszont például ennél a mai előadásnál is, ha egyszer az a címe, hogy katonák vitézsége, és 14-től 18-ig, akkor nem tudok más csinálni, mint az, hogy 14-től 18-ig, ugye évenként, meg frontonként elmondom a legfontosabb döntő hát eseményeket, és amit mi is kutattunk, például ez a bizonyos kimondhatatlan nevű Prisemis erődrendszerének, ugye az ostroma, 13 ostroma 14-15-be, hogy itt azt hiszem, hogy azt is említettem, hogy korábban itt évtizedekön keresztül csak a mi vereségünkről volt szó, az, hogy összességében itt ugye három ostrom volt, és a háromból kettőt mi nyertünk, egyet meg az oroszok, ez azért úgy, hát nem annyira volt a központban, mondjuk így, tehát amit itt az adásban is említettem, hogy például Prisemisnél 60%-ban magyar katona volt, Olaszországot gyakorlatilag magyar ezredek védtek, itt most a szegedi, a nagyváradi, a debreceni, székesfehérvári, budapesti, meg nyilván voltak más ezredek is, de tehát, hogy mondjam, szinte kimondottan magyar fiúk voltak, tehát talán azt is említettem, hogy én a német hadseregnek a teljesítő képességét, illetve a német hadseregnek a harcértékét azt becsültem, illetve becsülöm. Na most természetesen itt egy szövetséges háborúról volt szó, tehát én úgy érzem, hogy az, hogy együtt harcoltunk, ez különösebb problémát nem jelenthet, mert hogy az ellenségeink is, ugye ha csak a nyugati frontot nézem, akkor ott is ugye a belgák, franciák, angolok, aztán később még a gyarmatokról is, dominiumokról is ugye más egyéb csapatok, vagy más frontszakaszt is ugye lehetne említeni, a későbbiekben például a Balkánt, tehát gyakorlatilag mind a két oldal segítette egymást, tehát ez nem egy különleges eset volt, hogy így mondjam, hogy hát az osztrák-magyar csapatok mellett úgymond voltak németök is, mert hát az elég, amit említettem ez alapján. Minek köszönhető ez a magyar vért? Úgy van. Tehát köszönöm a kérdést. Tehát itt, ha úgy tesszük a kérdést, hogy vitézek vagy vitézség, hogy gyakorlatilag ez több évszázadra, vagy több, akár több évezredre is ugye, visszamöhet. Gyakorlatilag hát elődeink, amikor ugye a Kárpát-medencébe megjelentek, már nekik is, hogy mondjam, nyilván a szomszéd népekkel harcolni kellett, ugyanúgy a tatári állás alatt, a törökök alatt, Habsburg uralom alatt a legkülönbözőbb felkelések. Tehát ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy a magyarságot, vagy a magyarokat azért, hogy mondjam, tehát nem lehet, vagy legalábbis nagyon nehezen lehet hát idegen uralom alatt tartani, mert előbb-utóbb ebből szabadságharcok, fölkelések, vagy lásd 56 forradalmi szabadságharc robban ki. Tehát most hirtelen erre azt tudnám válaszolni, hogy abszolút nem vagyok biológus, de talán a génjeinkben is benne volt ez. És gyakorlatilag ez korábban is, akár a 48-as szabadságharcban is, meg amiket említettem, és hát gyakorlatilag aztán így jutunk el, akár az első világháborúhoz, akár a második világháborúhoz, vagy akár 56-hoz, hogy amikor hát egy maroknyi felkelő vette fel a harcot, hogy a akkori világ legerősebb szárazföldi hadseregével szembe. Tehát így első menetben most így hirtelen ezt tudom erre mondani. Akkor én gyorsan bemutattam az előadókat, Vitéz Pintér István történész, hadtörténész, akinek a
Főkutatási terület az első és a második világháborúnak a hadtörténete, számtalan könyvet, cikket publikált. A nevében látjátok a Vitéz címet, vagy Ramot, erről még nem tanultunk, hogy mi az ásokkal, 11 ásokkal a Póti rendszer hatalomra jutásánál hagytuk, abban most éppen egyetemes történelmére tanulunk, de fogjuk tanulni nem sokára egy Horthy Miklós kormányzó, ugye 1920-44 közötti időszak az ő nevét viseli Horthy rendszernek nevezzük. 1923-ban alapította meg a Vitézi rendet. Ugye az volt a célja, hogy főleg a falvakban, kisebb városokban létrejön és megerősödjön egy olyan szellemi vezető réteg, amelyik fontosnak tartja a nemzeti, a keresztény, konzervatív hagyományokat. Azok kapattak Vitézi rangot, akik keményen kivették a részüket az első világháborús harcokból, akár az olasz, akár a szerb, akár az orosz fronton, illetve akik részt vettek a tanácsköztársaság levelésében, a bolsevizmus levelésében, hiszen a második világháború után kiépülő kommunista rendszer megszüntette, sőt meg is hurcolták a Vitézi rend tagjait, és a rendszerváltás kommunizmus bukása után 1990-es évek elején újjá szerveződött a Vitézi rend, először külföldön, aztán Magyarországon, és hát a leszármazottak viselik a nevükben, illetve gondolom, hogyha valaki olyan életutat jár be, amit letett az asztalra, keresztény, konzervatív, nemzeti gondolkodások, az kérheti a fölvételét a Vitézi rendbe. Igen, és akkor a Pista bácsi pedig a Csongrád Csanád megyei Vitézi rendnek a törzs kapitány. Neten egyébként utána lehet a Vitézi rendnek a Csongrád Csanád megyei Vitézi rendnek, hogy milyen tevékenységgel foglalkoznak, és akkor nagyon szépen köszönöm, csak annyit Csabám egy mondatot még, hogy a Csaba, mert régóta ismerjük egymást, hogy most mondjuk nemzetőr, ezredesi mi voltomban vagyok itt, de természetesen, hát ezt köszönöm külön, nagyon szépen köszönöm. Semmi gond, semmi gond. Csaba elmondta, talán egy mondatot tönnék még hozzá, hogy 45-49-el is foglalkoztam, ott csak 20 évet kellett talán várni még egy kiadványom mögjelen, mert ugye akkoriban még az áruló görgégi piavába dúlt. Hát azt nem kívánom senkinek se, hogy amikor 20 évig vár arra, hogy amit leírt, tudja, hogy igaza van a források, dokumentumok alapján, és arra 20 évet várjon. Na, ennyit akkor erről. A film egyébként szintén történész. Így szoktunk eladásokat, meg könyvemutatókat is tartani. Vannak itt első világháborús könyvek is, de nem akarom az időt a magunk reklámozásával tölteni, hanem ez a mai téma, én ha jól hallottam, illetve jól hallottam természetesen, a katonai vitézség az első világháborúban. Na most annyit még, hogy mi vásárhelyek vagyunk, és tudomásom szerint Vásárhelyen jobban őzünk, mint Szegedön legalábbis. Tehát azért remélem, hogy amit elmondok, azért az érthető lesz. Hát ugye ez egy óriási, nagyon nehéz téma. Nem is tudna az ember hirtelen, hogy hol fogja meg, ráadásul. Itt bizonyos szempontból, hát a hölgyektől elnézést kérek, vagy a lányoktól, mert ugye most mondok egy példát, ha mondjuk másfél óráig nekem a horgolásról, vagy a kötésről kéne előadást hallgatnom, akkor lehet, hogy én is farmolnám magam, de minden esetre igyekszünk azért vetíteni is, tehát egy kicsit, hogy szemléltessük a dolgot, és hát kár, hogy utána szünetben már nem lehet kérdezni, mert ha bárkinek bármilyen kérdése lenne, akkor természetesen állok rendelkezésre. Na, akkor ne is húzzuk tovább. Ugye első világháború, itt nagyobb részt én a hadtörténelmi részre fogok kitérni, és egy bizonyos idő után, és önkénév ugye rossz néven, vagy udvarlatlanságnak, ha leülök, mert hát 60 fölött vagyok, és a lábaim most már sajnos azért fájnak. Szóval a lényeg ugye, hogy két hatalmi tömb, ebben nem is mennék bele, hogyha ezt tanultátok, ugye az Antant, illetve a Hármaszövetség, illetve abból ugye a központi hatalmak, miután ugye Olaszország, meg a drága Románia ugye semlegesek lettek, ez a Románia egyébként ez a külön kedvencem, úgy idézőjelben, majd mesélek róla, és hát aztán nézik előket a drága kis szerveket, annak idején, mellesleg azt nem mondtam még, hogy a 80-as években én is tanára voltam, tehát így a tanári munkát hát tudom látni, még akkor is, hogyha ez, illetve van egy bizonyos fajta tapasztalatom a tanári munkáról, még akkor is, hogyha ez nagyon régen volt, és hát akkoriban, hogy itt a nagy háború, mert akkor még nagy háborúként emlegették, hát a különböző tankönyvekben
olyan szövegek jelentek meg, ami a kis Szerbiát védelmezte. Hát majd mindjárt meglátjuk, hogy méltóak voltak erre, hogy védelmezzék őket. Tehát gyakorlatilag kezdeném azzal, ugye, hogy 14. június 28, amikor is Ferenc Ferdinándot, aki hát, mint tudjuk, nem volt egy magyar barát, és akkor még finoman fejeztem ki magam, meg a feleségét, Sotek Zsófia, ha jól ejtöm, Szarajevóba ugye meggyilkolták. Hát a szerb történészek, kollégát nem mondok, azok még legjobb tudomásom szerint még mindig azon az állásponton vannak, hogy itt 7-8 ilyen nagyon fiatal, 18-19 éves, hát mondjuk így, hogy fiatal összeállt, és hát csak úgy ukmuk-fuk maguktól legyilkolták ezt a trónörököst. Na most hát szerintem ezt ők maguk sem hiszik el, csak nekik azért kell ragaszkodni, mert hogyha valóságot mondanák, akkor Szerbia felelősségét el kéne ismerni, ezt még természetesen nem akarják. A lényeg, hogy a Ferenc Ferdinánd Szarajevóba érkezett, itt mindent mondtak évszerekön köröztől, hogy mi ezeket a szegény szerbeket provokáltuk, meg hadgyakorlatot tartottuk, meg a szerbeknek az ilyen napja, meg amolyan napja. Hát én egy-két mondatot azért ezt hozzátönnék, hogy az osztrák-magyar monarchia, mint ugye a térképen is látszik, hogy egy nagy hatalom volt. Szerbia egy kis ország volt. Na most, ha valaki nekem tud olyan országot, nagy hatalmat mondani, akár akkor, akár most, aki mondjuk, hogy mondjam, megkérdezi a szomszédjától, egy kis országtól, hogy ekkor, meg akkor, itt, meg ott tartatunk egy hadgyakorlatot, hát szerintem nem nagyon tudna, mert erre magosan nem foglalkoznának vele, mindegy, hogy amerikai, kínai, orosz, bárki. Ez az egyik. A másik, hogy a térképnek a színezése alapján ugye egyértelműen látszik, hogy az a Bosznia-Hercegovina akkor az osztrák-magyar monarchiához tartozott, most a közigazgatásban nem még bele, mert erre nincs idő. Tehát az, hogy a saját területén én mikor meg huntartok hadgyakorlatot, hát azért azt mégiscsak az adott nagyhatalom döntse már el. Ez az egyik. A másik a kedvenc példám, hogy ha mondjuk az Egyesült Államoknak az alelnökét, persze ez egészen más szituáció, nyilván tisztában vagyok vele, mondjuk mexikói terroristák meggyilkolnák, akkor mondjuk az Egyesült Államok megdicsérné Mexikót. Tehát ez ilyen szónoki kérdés. Na a lényeg az, hogy először vonultak egy 6 kocsiból álló gépkocsi oszlop, kétségtelen, hogy hibáztak a szervezők, mert nem kellett volna megjelentetni, újságban, stb. Először egy Kaprinovics nevű, hát nem mondom, hogy jó ember, mert szerintem ezt most manapság ezt már terroristáknak mondják, egy bombával próbálkozott, Ferenc Ferdinánd ösztönösen vagy lesodolta, vagy lepattant a kocsijáról, mentek tovább, megérkeztek ugye a városházára, ott a szerencsétlen polgármester beszéddel készült a Ferenc Ferdinándnak a fogadása, az meg enyhén szóval elnézést, tudom, hogy egy iskola, de hát mondjuk így, hogy összeszitta. Hát nyilván a polgármester nem tett arról, jó. Na, ott külön megosztottak a vélemények, hogy abba hagyják, ne úgy, na most minden esetre Ferenc Ferdinándnak a bátorságát azért az mutatja, hogy azt mondta, hogy azokat a tisztöket, akik ő miatt sebesültek meg, azokat ő a helyiségi kórházat látogatja. Elindultak újra, útvonalat változtattak, a nagy kordásban, hogy a sofőrökkel ezt elfelejtették közölni, és amikor a harmadik gépkocsiba a sofőr nagy ívbe, ha jól emlékszek, jobbra kanyarodott, akkor rá kiáltott Potiorek, hogy álljon meg, ott olasson vissza. És hát ez egy ilyen isteni elnézést, ez egy ilyen, hogy is mondjam csak, tehát ez egy nem is tudom hirtelen most milyen szót használjak, ahon mögállt, meg el kellett visszatolatni, épp ott volt ez a hatalmas hős, ez a Gavrilo Princip nevű terrorista, általában 2 méterről, közvetlen közelről, nagyon lőtt, hogy Ferenc Ferdinándot is, meg a feleségét is. Na most, amit az előbb mondtam, hogy a szerbek mit mondanak, az mese, őket a szerb titkosszolgálat képezte ki. Vannak olyan szerb politikusok, akik ezt maguk is elismerik, itt nekem erre most nincs idő, de dokumentumom van róla. Ők adtak neki fegyvert, ők adtak neki kézigránátot, ők adtak neki ciánkálit, hogyha elvégzik a piszkos munkát, akkor azt vegyék be, nem maradjon nyom. Hát aztán nem gyűjt össze a dolog, mert ugye elkapták őket, és volt, aki nem merte bevenni, volt, ahol rossz volt a ciánkáli, tehát viszonylag a időn belül kiverték belük, hogy mi az ábra. A szerb titkosszolgálatnak Dimitrijevics vezérkori ezredes volt ugye a főnöke, és ő fogta ezt össze, és a szerb titkosszolgálat mögött volt egy másik is,
ezt most nem mondom, mindenkinek a fantáziájára bízom. És érdekes, ami nem tudom, hogy a könyvekben szerepel, mostanában nem láttam a könyveket, de 17-ben az emigráns szerb kormány ezt a Dimitrijevicsöt, aki ezt a titkos, ezt a merényletet szervezte, valahogy hogy nem, a saját kormánya ítélte halálos végezték ki. Na, hogy itt fölmerül a kérdés, hogy vajon nem azért végezték tánki, mert túl sokat tudott azt elkötönni az útból. Ez egy érdekesség. Kérem szépen, azt mondja, hogy a merénylet után 14. július 23-án az Osztrák-Magyar Monarchia egyesek szerint ultimátumot, szerintem csak jegyzéköt intézett Szerbiához. Na most egyedül a magyar királyi miniszterelnök gróf Tisza István volt az, aki azt mondta, hogy szigorú, de teljesíthető jegyzéket kell átadni a szerbeknek, illetve ő, amikor majd később kénytelen változtatni az álláspontján, akkor is azt az elvet képviselte, hogy Szerbiából gyakorlatilag nekünk nem kül terület, tehát, hogy mondjam, itt úgymond a hódításnak a kérdése föl se merülhet, és most akkor a kis Szerbiáról, akiről annak idén olyan sok szépen jót elmondtak, annyit azért hogy mondjak már el, hogy 14 előtt a szerb könyvekbe, térképökön, brosúrákon, 14 előtt már jóval, hogy ők meghirdették úgymond a délszlávoknak az egyesítését, ennek a keretében az egész Dél-Magyarországra igényt tartottak. Na ilyenkor szoktam visszakérdezni, hogy vajon melyik az a nagyhatalom, amelyik ezt a végtelenségig tűri. Tehát ugye itt a monarchiának, meg Szerbiának azért erősen kiéleződött a kapcsolata. Tehát nyomatékosan mondanám, hogy ugye nagyhatalmak, a kis országok azért nem nagyon szoktak packázni, tehát ez körülbelül az, mint a bolha meg az elefánt, tehát csak hogy próbáljam ezt a szituációt ugye vázolni. Tehát egy bizonyos idő után azért ezt már nem lehetett tovább tűrni. Természetesen 50-60 évén köröztül az volt a cél, hogy a világháború, vagy a nagyháború kirobbantásáért az Osztrák-Magyar Monarchiát meg Németországot tegyék felelőssé. Hát mint tudjuk, hogy a háború hogy jött véget, azt is tudjuk, hogy a történet mindig a győztesek írják, tehát ugye csak mi voltunk a felelősek, ami hát nem egészen így van, sőt egyáltalán nem így van. Na a lényeg, hogy tehát volt ez a jegyzék vagy ultimátum mindig július 23-án, 48 órás határidő, ez július 25-én telt le. Na most itt szoktak minden mondani, hogy úgy volt megfogalmazva, hogy ne is tudják elfogadni, meg stb. Nem megyek bele. Kérem szépen, több forrás van rá, nem így, nem kettő, nem három. Most a délut, az órát azért ne kérdezzétek, de július 25-én délután a szerb hadsereg, miután megtudta, hogy az oroszok mögöttük vannak, mozgósított. Na kérem szépen, olyan a világtörténet, mikor egy hadsereg mozgósít. Onnantól kezdve, ahogy tárgyalunk, meg tárgyogatunk, olyan nincsen, és majd csak ezek után került arra sor, hogy a vonalat végigvigyem, hogy 14. július 28-án az Osztrák-Magyar Monarchia halat üzen Szerbiának, úgyhogy az Osztrák-Magyar hadseregöt csak részlegesen mozgósították, a cári orosz hadseregöt már vannak olyan, majd már július 24-én, de természetesen a napok, aztán itt a hadtörténetben, aki ezzel foglalkozott, úgy is tudja, hogy a számok, hadseregek létszámai, veszteségek, ezek természetesen el szoktak térni. Tehát akkor ennyit erről viszonylag röviden. Utána tulajdonképpen, mivel az elég itt mondtam, hogy kész hatalmi tömb, meg akik mellé álltak, viszonylag rövid időn belül 14. augusztusára gyakorlatilag világháborúról beszélhetünk, hiszen az afrikai gyarmatok is, meg más is ebbe belekerült. Vannak olyan, azt hiszem, olyan felfogások is, hogy csak Amerikától számítják, szerintem nem, de most ez mindegy. Na most, tehát gyakorlatilag azonnal a déli fronton a szerbekkel kellett harcolnunk, a keleti fronton meg ugye az oroszokkal. Először a Szerbiát megpróbáltuk elfoglalni egy gyors hadjárat keretében. Kezdeti sikereink voltak, gyakorlatilag Belgrádot is elfoglaltuk. Aztán a szerbek minden erőket összeszedték, és hát végül is ez a támadás, ez kudarcot vallott, kénytelenek voltunk onnan kivonulni. Na most egy-két mondat itt a szervekkel kapcsolatban, és amiket mondok, ezeket a hadtörténelmi levéltárban megtaláltuk, itt a könyveinkben hátul hivatkozunk is rájuk, tehát nem én találtam ki, amit mondok.
Akkor Szerbiában voltak ezek a úgynevezett szabad harcosok, akiket komitácsiknak neveztek, ezek idősebb nők, férfiak, meg 13-14 éves gyerekek. Na most ezek olyan, hát hogy is mondjam csak, olyan elvetemült módon harcoltak, ez a legenyhébb kifejezés, és a fogságukba került osztrák-magyar katonákat olyan embertelen módon hát kínozták meg csonkították meg, hogy akiket fegyverrel a kézbe fogtak el, vagy akinek a keze puskaporos volt, azokat bizony falhoz állították és agyonlőtték. Na most én azt nem mondom, nem állítom, hogy ezek között nem lehettek ártatlanok. Nem állítom. De amikor, hát most nem ismertük, tehát nem tudjátok, hogy mivel ezzel foglalkozok elég régóta, higgyétek el, hogy nem 1-2, meg nem is 5-6, meg nem is 8-10 angol szász, meg másik világháborús filmet láttam, és olyankor azért égnek szokott állni a hajam, mikor ezekben az angol szász filmekben mutatják, hogy a osztrák-magyar hadsereget, a szerencsétlen szerb polgári lakosságot legyilkolta, de arról egy árva szót nem tesznek, vagy egy árva szót nem mondanak, amit most az elébe elmondtam. Hogy azokkal az osztrák-magyar katonákkal, akik a kezükbe került, azokkal mit csináltak. Egyetlen egy hadsereg nem volt a világon, még nincs is, amelyik ezt megtorlatlanul hagyná. Egy, kettő, a hadifogság csak a megkülönböztetett katonai egyenruhába harcoló katonára vonatkozik. Tehát az, hogy civilként lüvöldözök, meg kézigránátot vágok oda, utána meg szépen elsütjögök, elmegyek a civil ruha védelme alatt, ugye ezt az akkori törvények értékölték, tehát mondom, az ilyeneket, akiket elkaptak, azt hozzá el, hogy de ehhoz ezt a rendkívüli borzalmat el is kellett követni, és 100 évvel az események után az angol száz filmekben szinte kivétel nélkül ezt lehet látni. Én a magam részéről, higgyétek el, hogy pár éve foglalkozok vele, én a magam részéről olyan angol száz filmet, akik ugye különösen a BBC az objektivitásnak a csimborazójának szokták tartani, amelyik elismerni azt, hogy igen, voltak ilyenek, de ezért még azért, amit az elébbit elmondtam, én ilyen filmet még nem láttam. Én nem láttam. Ha esetleg közöttük valaki látott, akkor szóljon, Pista bátyám, rendben van, megnézem. De én még nem láttam ilyet. Na, ezt rendkívül fontosnak tartottam, még hogyha el is ment rá valamennyi idő, de ezt mindenféleképpen tisztázni akartam itt a szerbökkel kapcsolatban, tehát merénylet, titkosszolgálat, igen. Na most egyértelmű, hogy ugye azonnal a harcok, hát nyilván a keleti front, ugye az volt a hatalmas, ugye úgynevezett orosz gőzenger. Na most ugye úgy számoltak, hogy az oroszok hát lassabban fognak mozgósítani. Na most erre egy-két ellenpélda, orosz tábornokoknak a könyveiben szerepel, hogy például kaukázusi hadosztályok voltak már ott a háború kezdetén. Hát azt, hogy a kaukázusból hogy tudták olyan rövid időn belül oda szállítani, az mondjuk a számomra rejtély, mindegy. És annyit még, amit az előbb elfelejtettem, de még mindig jó, hogy a központi hatalmaknak természetesen volt egy haditervük, de gondolom, hogy Csaba biztos, hogy elmondta ezt, ugye Németország az úgymond semleges Belgiumon keresztül betör Franciaországba. A semleges Belgiumra lenne egy, hogy mondjam, az is megérne egy misét, de nem érök rá. És tehát Belgiumon keresztül megkerülve a francia erődvonalat, hogy elfoglalja Párizst, a francia hadsereget szétverik. Erre körülbelül 6 hetet szántak, vagy 42 napot. Eddig az összes, tehát az egész osztrák-magyar hadseregnek az oroszokat föl kellett tartóztatni, mert Kelet-Poroszországban volt a 8. német hadsereg. Ez volt az elképzelés. Egyébként mondjuk úgy, hogy egy hajszálon múlt, hogy ez nem valósult meg. Na most itt mindig össze szoktam keverni, Schlieffen, jól mondom? Schlieffen, mert a másik ugye a trója. Tehát Schlieffen terv, ez volt az elképzelés. Na most természetesen, mivel itt szövetséges háborúról van szó, nyilván egyértelműen csak, úgymond kimondottan a magyar katonákról nem beszélhetők, mert együtt vívtuk, másrészt nagyon jól tudjátok, tanultátok, hogy az osztrák-magyar hadsereg, nyilván mellette volt külön magyar honvédség, stb., de úgy külön, tehát kimondottan csak magyar honvéd hadosztályok, tehát nem azt, hogy azért külön nem lehet annyira külön választani. Na, kérem szépen, tehát, és a mi vezérkari főnökünk volt ugye Hötzendorfi Konrád, ez a Konrád támadásban gondolkodott, ugye van egy olyan mondás, hogy legjobb támadás a védekezés, most akkor tudnám fel a másik térképet, és ez a Konrád úgy gondolta, hogy
Galíciában, még mielőtt az oroszok föl nem vonulnának, ő átmegy támadásba, hogy ezzel is hát megzavarja az orosz terveket, és hát ezzel is hát próbáljon időt nyerni. Na most kérem szépen, az elképzelése jó volt, mert az első két csatában, ugye Krasznyiknál, meg Komarovnál, ugye győztünk is. Na most aztán ugye megindult egy hatalmas orosz ellentámadás, csak egy példát mondanék, nem akarok belemenni a hadseregekbe részletesen, mert irgalmatlan mennyiségű tényanyag lenne. Csak egy példát, Németországot két orosz hadsereg támadta, minket legalább 4-5. Akkor össze lehet hasonlítani a számarányokat. Tehát először győztünk, utána kénytek voltunk visszavonulni 14. szeptember 11-én, ugye Lemberg, és szeptemberben ez a kimondhatatlan nevű Przemyśl, lengyel barátaim segítettek, mert először nem bírtam volna kimondani, ez egy hatalmas erődrendszer volt itt Galíciában, a Magyarországra, meg tulajdonképpen a Bécsre vezető útvonalat védte, ezt az oroszok körbevötték. Na most, szintén 50-60 évén köröztül itt azt állították közé bomba, hogy valamikor 15-ben, illetve 15 márciusában, hát itt még hatalmas vereséget szenvedtünk, az oroszok meg hatalmas győzelmet arattak. Hát ennél a dolog egy kicsikét összetöttebb, erre született meg az első világháborús könyvünk, ez a bizonyos Przemyśl 3 ostrom a 14-15-ben, az apai nagyapám ott harcolt, Pintér András, tehát családi vonatkozása is van. Na most 14 szeptember 17-től október 8-ig, 10-ig eltérnek a számok, az volt az első ostrom. Abban az első ostromban az oroszokat 70 vagy 40 ezer, eltérnek a számok, veszteséggel visszavertük. Tehát ezt az első orosz támadást mi nyertük, meg visszavertük. Utána volt a második, miután az oroszok újra ugye hatalmas ellentámadást indítottak, 14. november 4-től vagy november 8-től 15. március 22-ig támadták az erődrendszert, illetve helyesebben tanultak az első kudarcból, ki akarták éreztetni, meg tüzérséggel lőtték, mert ugye az első támadásnál ugye iszonyatos veszteségeik voltak. Na most ugye önmagában azt mondom, hogy novembertől márciusig védték, akik ezzel nem foglalkoztak, vagy a többi példákat nem tudják, az egy ilyen pár hónap, hát most ezt nem biztos, hogy mindenki el tudja helyezni. Na mondanék egy pár példát. Azt mondja, hogy Lüttich, Namur, Antwerpen, ezek a nyugati fronton voltak, egy hétig, 10 napig, 10-valány napig védték, mert hogy közben a német 42-es, meg a osztrák 30-es veres mosárágyuk ripityára lőtték a legerősebb belga, meg francia erődöket is. Brusilov tábornok pedig azt írja, hogy Brest-Litovsk, segítsen a másik, Novogeorgie, ebben szokott beletörni a nyelvem, az egyik megadta magát, a másik egy hétig. Ez 5 példa, 5. Na akkor ezek után november, december, január, február, március az 5 hónap. Tehát itt egy 5 hónapig tartó heroikus hősi védelem volt, és azt még az ellenségnek a parancsnoka Artamonov orosz tábornok is elismerte, hogy majd 15 márciusában a védők a éhínség miatt, nagyon jó, köszönöm, hogy jobban látom, az éhínség miatt lesznek kénytelenek feladni az erődrendszert. Na most, mivel Csongrád megyek vagyunk, ennek az erődrendszernek a legjobban felszerelt úgynevezett elit hadosztálya, meg a legfiatalabb, a magyar király 23. honvéd hadosztály volt. Ebben szegedi, hódmezővásárhelyi katonák, van egy olyan érzésem, hogy kisterekű katonák is lehettek, de ennek a helytörténeti részével nem foglalkoztam. Na most annyit, hogy ezt az erődrendszert, ezt nem passzívan védték, tehát úgy, hogy az oroszok támadnak, mi meg visszaverjük, hanem már az első alkalommal is, meg a másik alkalommal is különböző kitöréseket hajtottak végre a várból, akkor mondta erődrendszerből, egyre ehhez képest eltörpül. Tehát egyre ehhez képest ilyen kis nem is tudom minek nevezzem. És ezekkel a kitörésökkel az oroszokat állandóan nyugtalanították, állandóan idegösítették. Tehát itt hosszú hónapokig tartó harcokról volt szó. Egyébként van egy olyan külön előadásunk is, de itt most annyi a téma, hogy erre nem érök rá
bővebben foglalkozni, ez csak itt Pszemisznél megemlítettem. Na annyit, hogy itt Pszemisznél azt lehet tudni, hogy a csapatoknak 60%-a magyar katona volt. Tehát 60%-a, tehát túlnyomó döntő többsége magyar volt. Aztán voltak lengyelek is, voltak osztrákok is, voltak ruszinok is, voltak románok is. Hát mondjuk azok nem annyira vitték túlzásból a harcot, hogy finoman fogalmazzak. Mondjuk így. Na, azt mondja, hogy egyelőre még 14 őszén vagyunk. Kérem szépen, tehát az erődrendszer ostrom alatt állt, gyakorlatilag, mint mondtam, Lembergöt ugye elveszítettük, visszavonultunk. Gyakorlatilag, bármilyen furcsának is tűnik, és itt most egy mondat, a németek közvetlen Párizs alá értek. Na most ott már azért nekik is veszteségeik voltak. Iszonyatos menettempókba körülött menni, nem ragozom, az egész belga, angol, francia hadsereg nagy kinkeservesen, nagy nehezen a legutolsó pillanatban, közvetlen Párizs alatt tudta őket megállítani. Másik mondat, ami még a mostani könyvekben sem biztos, hogy így találjátok, de azért az nem biztos, hogy én mondom rosszul, hogy az osztrák-magyar monarchia, ha visszavonulva is, ha veszteségüket szenvedve is, mert természetesen ez így volt, de nyilván ez kölcsönös volt oda-vissza, azt a 6 hetet mindenféleképpen biztosította, tehát gyakorlatilag a ködös haditervnek megfelelően azt az iszonyatos orosz túlerőt mi magunkra vontuk, ugye tehát ilyen értelemben ez ugye nem rajtunk múlt, de a kétségtelen, hogy az a 6-7 vagy az a villámháború nem jött be. Na itt tartom rendkívül fontosnak megemlíteni, hogy vannak nekem olyan kollégáim, én elfogadom, hogy kollégák, de nem tudok egyetérteni a fölfogásukkal, akik korábban is, meg szerintem most is azt mondják, meg azt állítják, hogy gyakorlatilag ezzel 14-ben minden eldőlt. Töménytelen mennyiségű tacepehoz szoktak ugye fölvonultatni, az ország nagysága, a lakosság, gyarmatok, stb. És akkor elmondják a következtetést, hogy itt nekünk ez már eleve bukta volt. Na ezt én nem fogadom el, és nem vagyok hajlandó elfogadni. Majd a világháború menetében, hogyha végigmondom azt, hogy a legkülönbözőbb helyeken hol győztünk, milyen lehetőségeink voltak, hányszor került arra sor, vagy kerülhetett volna sor arra, hogy mondjuk külön békét kössenek. Tehát azért mondom, hogy ez, hogy 14-ben lifutott az egész, ez nem igaz, illetve én ezt nem tudom akceptálni, meg nem tudom elfogadni. Még akkor is, ha valakinek ötszörös kandidátusi fokozata van, engedelmet kérek, nem vagyok nagyképű, de amit kutattam, azt úgy érzem, hogy abba azért én is biztos vagyok. Na, azt mondja, hogy szerbek, oroszok, közös hadjárat. Igen, na most kérem szépen, ugye Pszemisz mondtam, igen, hogy 14 vége, az oroszok ugye gyakorlatilag 14 őszén már ugye a Kárpátok vonalát elérték, illetve betörtek ugye a történy Magyarország területére is, és 14 decemberébe került sor a Limanovai csatára. Nem akarok belemenni részletesebben, hogy sok más egyébe is maradjon idő. Ez természetesen voltak gyaloghadosztályok is, szándékosan nem mondom, mert itt rengeteg számot lehetne mondani. Itt Limanovánál ugye a magyar huszárság, magyar huszárok Jászkun, illetve, na most nem mondjuk be a másik, mindegy, főleg azok, akik ott, ugye huszárok nem voltak gyalogsági kiképzésben részesítve, fegyverük nem olyan volt, ruhájuk nem olyan volt, ők voltak azok, akik itt Limanovánál megállították ugye az orosz támadást a Kárpátokba, és azt mindenféleképpen az osztrák-magyar hadsereg érte el, és akkor ehhez itt mindjárt hozzá csatlakoznék, ami szintén ténykérdés, tehát bizonyítani tudom, hogy az elmúlt évtizedekben, de sajnos nem csak akkor, mert ismerek én egy-két idézőjelbetűt jó embert, akinek valahogy az a srejpje, vagy az okoz neki az okoz neki örömet mondjuk így, hogy az osztrák-magyar hadsereget hogy tudjam minél jobban blamálni, próbálok finoman fogalmazni. Na most kérem szépen, aki csak egy-két mondat, ami ténykérdés, tehát azonnal remélhetőleg meg tudnak benneteket nyerni,
Ugye mondtam, hogy 14-ben két fronton harcoltunk. 15-től már három fronton, mert a drágalátos Olaszország, amelyik a szövetségesünk volt, az is hadba fog lépni. Tehát először ugye a szerbök, oroszok, 15-ben az olaszok, 15-ben majd, amikor a román, a szerbeket kiverjük, vagy leverjük, utána a drága Románia, a bót szövetségeseink ugye szintén hadba lép. Na most, amikor egy ország, illetve annak a hadserege három, tehát nem egy, nem is kettő, hanem három fronton harcol és áll helyt, akkor azt a hadsereget becsmérelni, és ott azért valami problémának kell lenni, vagy pedig szándékosan csinálják ezt. Azt én se állítom, hogy a hadseregünknek a felszerelése mondjuk olyan lett volna, mint a németeké vagy az angoloké, ezt nem mondom. Persze ennek korábbi politikai okai voltak, itt erre most nincs idő. De egy ilyen helytállásnál, vagy Przemysl hősi védelménél, vagy Limanovánál, vagy később majd Gordicénél, vagy Caporettónál, majd alkalomattán megemlítem, tehát össze lehetne így szödni jó párat, tehát elég sok olyan dolgot össze lehet szödni, ugye, ami pontosan azt bizonyítja, hogy igenis ez a hadsereg helytállt és kitartott, és majd a háború végén, a legvégén, kérem szépen, az ellenség a történelmi Magyarország területére a lábát nem tudta betönni. Na most ezek után vannak, akik még a mai napig is, itt internetük kezdve bárhol lehet találkozni vele, akiknek az a slepjük, mondom, hogy az osztrák-magyar hadsereget hogy lehet gyalázni. Úgyhogy néha Isten valaki történelmi érdeklődésű, vagy egy-két internetet megnéz, azt ilyennel találkozik, akkor esetleg, ha beugrik, hogy volt itt egy nagy adag bürge, ezredesi rendfogadattal, akkor esetleg, ha eszébe jutok, akkor saját érdekében tösz jót magának, hogy úgy mondjam, mert természetesen nyilván én ezt, mivel mondtam, hogy négy első világháborús könyvet írtunk, tehát nyilván nem a kis ujjamból szoptam, és ami rendkívül fontos, hogy nyilván az embernek vannak ellenségei is, ha valaki általában csinál valamit hosszú évszedekön köröztül, akkor inkább kis túlzásra több az ellensége, mint a barátja. Én így nyomatékosan mondanám nektek is, meg kihasználva a sajtó lehetőséget, hogy mind a négy könyvet úgy írtuk, mind az ötöt úgy írtuk, hogy a hat történelmi levéltárba kutattunk, plusz utána egy csomó más emlékirat, napló, visszaemlékezés, amiben magyar, német, orosz, angol, francia több oldalról ütköztetve. Tehát nem lehet azt mondani, hogy csak az egyik oldalról, csak a másikról. Nem véletlenül mondom el, mert volt olyan könyvem, amiről hát egyik-másik kollégám mondjuk így, hát nem a legjobb véleményt írtam, mondjuk így. Jó, osztrák-magyar hadsereg védelmét kiemeltem, rendben van. Tehát akkor így jutunk el 14-ig, talán itt volt a legnehezebb helyzet. Na most... Ugye 15, Konrádnak rendkívül fontos volt, ugye, hogy a Przemysl erődrendszerét fölmentse. Szokták támadni, ugye, hogy télen támadott. Na most ez igaz, mellesleg az oroszok is támadtak télen. A legfontosabb az volt, hogy azt az erődrendszert, meg a benne lévő 120-130 ezer katonát fölmentse. 15 januárjában indult egy támadás, támadásunk. Az Uzoki szorost visszafoglaltuk, közben támadott Brusilov is, sajnos az a támadás kegyetlen körülmények között, hóvihar, stb. Élelmiszer, agyonfagytak, nem akarom ragozni, ami embertelen körülmények között harcoltak ezek a szerencsétlenek, nem sikerült. Aztán februárban még egyszer megismétölte, szintén nem sikerült. Na most ugye a baj az volt, hogy nyilván az orvosokat sejtették a fejükre, tehát tudták, hogy már nem az, hogy mikor, de az, hogy előbb-utóbb ugye támadunk azért, hogy azt az erődrendszert fölmentsünk, hát az alapvető stratégiai, tehát nyilván ki tudták számolni. Na most ehhez tűnném hozzá azt, hogy szintén hosszú évszerekön köröztül ez a szakadalomba úgy került be, ugye, hogy hát itt a monarchia támadott, és hát súlyos vereségeket szenvedtünk, csak az a probléma, hogy nem az egész frontszakaszt ismertették, mert hogy fönn északon, 15 februárjában Hindenburg egy orosz hadsereget körülbelül úgy vert tönkre, mint 14 augusztusában, meg szeptemberiben a mazuri tavaknál, meg Tanembernél két orosz hadsereget, tehát az volt északon. A középső arcvonalon volt a Przemysl, ami sajnos valóban nem sikerült, délön, meg visszafoglaltuk nem Beszarábiát, hanem mondjad már Bukovinát. Tehát ha
a különböző szerzők reálisak akarnak lenni, akkor azt kéne ismertetni, hogy ha az egész frontszakaszt nézzük, akkor északon sikereket értünk el, a középső frontszakaszon, mint említettem, sajnos, ahol a legfontosabb lett volna, ott nem, délen újra sikereket értünk el. Na ennyit akkor, és ezt most úgy érzem, hogy elég jól sikerült összefogni. Igen, így jutunk ugye 15-höz, mondtam január, február, így jutunk el 15 márciusához, 15 március 22-éhöz. Előtte még volt egy kitörés, na azt már nem kellett volna, hogy súlyos veszteségeink voltak éppen ennek a szegedi hadosztálynak, amit az előbb említettem, és utána letötték a fegyvert, vitték őket Szibériába, hadifogságba. Na ez volt a második ostrom Zsemisznél, na ezt valóban az oroszok nyerték meg, ezt valóban, de mint említettem, itt nem így ostrom volt, hanem összesen három, majd mindjárt jön a harmadik is. Tehát az elsőt elmondtam, hogy mi visszavertük, a másodikat 5 hónapi heroikus hősi védelem után az oroszok 15 márciusában. Hát ott 15 április, május, húsvéti csata, tehát ott iszonyatos harcok voltak. Veszteségükben nem megyek bele, természetesen mind a két fél részéről a géppuska a legbátrabb gyalogságot se kímélte. Gyakorlatilag mind a két oldal tábornoki karának mögölött a szokni, hogy nem lehet úgy támadni, mint korábban, mint amikor még a géppuska meg a golyószóló nem volt, hanem magyar, tehát nem összetorlódva, mert a géppuskák azok szétlőtték az egészet, hanem ugye úgymond szétszorodva, de hát sajnos ez majd csak a későbbiekben alakul ki. Március úgy van, na kérem szépen, itt az orosz vonnál tartunk, 15 májusára olyan helyzet alakult ki, hogy a két vezérkar megállapodott 15 május másodikán Gorlicénél egy hatalmas támadást indítottunk, ennek a főparancsnoka Mackensen tábornagy volt. Hát ő volt az a német, illetve porosz tábornok, akire azt szoktam mondani, és ezt majd a későbbek bizonyítják, hogy ha az volt a főparancsnok, akkor az ellenségnek túl sok babér nem jutott, én azt szoktam mondani, hogy amikor tudták, hogy ő a főparancsnok, akkor jobban tötték volna, hogyha lerakják a fegyvert. Ugyanakkor azt is hozzátönném, hogy itt a szakirodalomban, és ez megint valamilyen szinten az osztrák-magyar hadseregnek a lébecsülése, hogy valahogy úgy próbálják beállítani nagyon sokan, hogy az osztrák-magyar monarchia csak akkor tudott sikereket elérni, hogyha voltak ott német hadosztályok is. Na most a félreértésük elkülönése véget. Én a német hadosztályoknak a hardkészségét, illetve a német hadseregnek az erejét, még a végeredmény birtokába is, mikor a félvilággal harcoltunk, én elismerően meg nagyra tartom, de például Gorlicénél is legjobb tudomásom szerint több osztrák-magyar hadosztály volt, meg majd 17-ben Caporettónál is több osztrák-magyar hadosztály volt, mint német, akkor a sikeres támadáshoz valamilyen szempontból azért nekünk is volt valami közünk, ugye? A Gorlicénél a legfontosabb támpontot például a Metz Rezső féle egy magyar dandár támadta meg foglalt el. Tehát nyomatékosan szeretném hangsúlyozni, hogy ennek az osztrák-magyar hadseregnek a lébecsmérlése, meg a mindenféle ezt vagy olyanok csinálják, akik ezzel nem foglalkoztak, vagy pedig szándékosan csinálják azért, hogy hát ezt a hadsereget, a mi hadseregünket, nyilván volt magyar honvédség is külön, ugye, ezt bemocskolják, mást erre én nem tudok mondani. 15 május közepétől, vagy május végétől, aztán június 3-án ezt a Zsemisz erődrendszerét visszafoglaltuk. Na ez volt a harmadik, ennek az erődrendszerek a harmadik ostrom, amiről beszéltem. Tehát összefoglalva itt 3 ostrom volt, és a 3 ostromból 2-t mi nyertünk, egyet az oroszok. Tehát ha úgy nem jó a kifejezés, de ha mondjuk szeretem a focit meg a fiam is, különösen a válogatottat, ha futballnyelvűn beszélnék, akkor azt mondanám, hogy 2-1 a javunkra. Mert azt mondom, hogy érthető mindenki, tehát így lényegesen összetöttebb a kép, mint 50 évön körülöttől azt emlögetni, hogy hát milyen katasztrofális vereséget szenvedtünk Zsemisznél, mert hogy 5 hónap ősi védelem után kénytelenek voltunk feladni. Na, ennyit akkor
Itt az oroszok kiirítették Lengyelországot, vonultak vissza, katasztrofális vereséget szenvedtek. Ennyit akkor most így viszonylag durván, röviden a legfontosabb, tehát a keleti frontról. Hunyadi óta azért nem volt olyan flotta parancsnokunk, majd a későbbiek fényében még így értelműbbé válik, mint ugye Horthy. Magyarán, ugye az elébe említettem, hogy 15 májusában indult meg a gorlicai áttörés. Nekünk az erőinknek a túlnyomó döntő többsége a keleti fronton volt. A drága olaszok úgy gondolták, hogy na akkor szépen majd hátba támadtak bennünket. Hát nem egészen vitt össze, a tengeri támadás miatt az olasz hadsereg fölvonulását jelentősen tudtuk késreltetni. Aztán amikor a... Csaba, nem tudom azt a szót mondhatom, hogy dígók. Mert annak idején úgy hívták a... Tehát nehogy itten valami jól mondjak, ami egyébként is hát keresztény katolikus iskola, tehát nehogy véletlenül baj legyen velem. Aztán amikor nagy kinkes sebesen összeszöpték magukat az olaszok, hogy akkorára már megfelelő erők bontakoztak ki, vagy egyébként sorakoztak föl a határon. Na most ez az olasz hadszíntér, el is megéri misét, rendkívül kegyetlen, tehát ez nem, tehát hogy mondjam, például a szerbeknél, vagy az oroszoknál, hogy ott hatalmas síkságokon kellett harcolni. Itt az olaszoknál ugye voltak hatalmas hegyek is, akkor a Doberdó, Fensík, Isonzó völgye, tehát itt Dél-Tirol hatalmas hegyek, olyan alföldi, nagyobb részt magyar, köztük szegedi, nagyváradi, budapesti, székesfehérvári, tehát itt az olasz fronton szinte kizárólag magyar ezredök harcoltak, álltak helyt és sajnos véreztek el az olaszokkal szembe. Na most gondoljátok el, hogy az elején ott nem tudtak még lövész árkot se ásni. A síkság, amikor ástak lövészárkot, a tüzelésétű géppuskáktuk, ugye az valamilyen szintén védte őket. Itt Olaszországban először nem tudtak lövészárkot se ásni, hanem ilyen különböző köveket tettek oda maguk elé. Na most, amikor a tüzelésétű tűz jött, ugye hát még jobban ráfaradtok az öröncsétlenek, mert ugye a gránátok, meg a srapnelök az 1000 millió fele, tehát ahogy a kövek, azok a hatalmas szétpattant, tehát abban is rengeteg. Tehát hogy mondjam, egy bizonyos idő után aztán ilyen kavernákat, de azt úgy köllött különböző gépekkel ugye ásni, na most fönn hegyes vidékre följutatni az élelmet, följutatni a fegyvert, a lőszert, akkor bizonyos időközönként ugye licserélték őket, hátra mentek, hogy a szerencsétlen tudjanak egy kicsit pihenni, tehát kegyetlen, rendkívül kegyetlen körülmények között harcoltak. Na most itt 15-ben 4-ször támadtak az olaszok, 4-ször verték őket vissza rendkívül súlyos, véres harcokba. A magyar katonáknál nagyon sokszor olyan közel voltak egymáshoz, hogy a fokos meg a buzogány volt, és aztán adjad neki. Hát olasz elit csapatok voltak a Berszeglerik meg az Alpinik. Kimondottan hegyi harcra kiképzett elit csapatok. Na ezeket az elit csapatokat verték, elnézést, mert nehogy szúnyát mondja, szétverték őket. Olyan magyar egyszerű katonák, paraszt emberök, paraszt katonák, egyébként a legjobb katonaanyag, mert az időjárás viszontagságban kim voltak, megszokták, a legjobb olasz hadosztályokat, akik erre voltak kiképezve, és nem tudtak áttörni. Tehát ez is egy döntő bizonyíték, ténykérdés. És itt nagyobb rész magyar alakulatok voltak. Tehát itt most el lehet mondani az országnál, hogy itt nagyobb rész magyar katonák voltak, döntő rész magyar katonák voltak. Mennyit akkor az olaszok hadba lépéséről? Nyilván itt az összes isonzói csatát nem tudom elmondani, mert hát időben nem férnénk bele, hanem csak úgy a legfontosabbakat próbálom. Tehát itt vagyunk 15 májusában, tehát orosz-olasz, úgy van. Na, a drága Szerbia 15 októberivel elérte a végzete. Itt van egy könyvünk, ez a Szerbia, azt mondja, hogy Szerbia és Montenegró legyőzése és Albánia elfoglalása 15-16-ban. Ezek egyébként az Országos Széchenyi könyvtárban is ott vannak, de most ezt nem a reklám miatt mondtam, hanem itt a szerb témán azért dühöttem be annak idején, a 100. évforduló környékén, mert amikor 14-ben ezek a hadjárataink nem egészen úgy sikerültek, többek közt a hatalmas orosz túlerő miatt is, ahogy sikerültek, arról több száz oldalt írtak. Tehát lehet úgy vájkálni abban, hogy az osztrák-magyar hadsereg vereséget szenvedett, amit az elég is próbáltam mondani. De amikor 15-ben két és fél három hónap alatt a szerb hadsereget lemostuk, valahogy arról 20-25 oldal, 30 oldal,
és kész. Hát mondom, valahogy ez nem, tehát amikor vereséget szenvedünk, akkor a száz oldalon, több száz oldalon azt azért, abban ez ilyen kényes, vagy hogy mi ebbe úgy kéjelgünk, amikor meg győzelmet adatunk, akkor arról meg sem úgy semmi, szóval ez valahogy az én fejemben nem fér bele. Na, a lényeg, hogy 15. október 7-én indult meg a tüzérségi előkészítés, akkor keltek át a Dunán meg a Száván, az több száz méter széles volt, egy folyam átkelés október 9-én Belgrád a kezünkben volt. 3 nap. Ez egy kiváló hadiesemény volt, erről valahogy nem láttam még filmet, mint a normandiai partraszállásról, ha már meglátom, akkor átkapcsolom, mert a 102.678-szor nem látom, akkor egyszerűsé, hogy esetleg erről miért nem lehetne egyet csinálni, azt én nem értem. Tehát értem, csak nehezen tudom elfogadni. Azokkal a szervekkel egyébként, akik mint katonák, kétségtelen, hogy mondjam, tehát azt nem mondhatom rájuk, hogy nem tudtak, vagy nem akartak harcolni. Az a baj, amit az elébe elmondtam, hogy az a rendkívüli orgyilkos balkáni mentalitás, különösen ugye a szabad csapatokban, amiket beszéltem, hogy az bennük volt, az elébe elmondtam az angol száz filmeket, nem ismétlem. Na, megindultunk, észak-osztrák, magyar-német csapatok, Bulgária csatlakozott hozzánk, mert nagyon kedvelték, vagy komálták a szerbeket. Körülbelül annyira komálták a szerbeket, mint a románokat. Gyakorlatilag félkörében körbevettük őket, gyakorlatilag azt mondja, hogy 15. november vége decemberére ugye Szerbiát a háborúból kiütöttük. Na most itt említeném meg, hogy 14-be is, meg 15-be is, amikor a szerb hadsereg maradékát Montenegró, illetve pillanat, Albánián köröztül az Antant hadihajói elszállították, akkor szintén Horthy Miklós volt az, aki a hajóival többször szétlőtte a szerbeknek, meg a montenegróiaknak szállított Antant élelmiszert, meg szállítmányt, sőt még a élelmiszerből zsákmányoltak is, hogy ez is ténykérdés, tehát nyilván nem magam találtam el. Tehát ugye Horthy Miklósnak a szerepét az adriai-tengeri csatától elválasztani, meg a sikerét elválasztani, ez igen nehéz, tehát nagyon sokan megpróbálják mindenféleképpen lejáratni, csak hogyha a tényeket meg a forrásokat vesztük elő, akkor ez mondjuk nehezen működik, mondjuk így. Jó, Szerbia, tehát orosz, olasz, szerb. Jó, na most itt természetesen a nyugati frontról nem beszélek, mert ugye ez, tehát amint ahogy mondtam is, hogy katonáink vitéssége, csak hozzátettem, hogy szövetséges háború, tehát nyilván, hogy persze, hogy voltak ott németök, hát a nyugati fronton is voltak nem csak franciák, hanem angolok, meg belgák, ugye, meg a többi frontokon is, hát szövetséges háborúnál nyilván nem egy ország harcol saját maga, hanem hát nyilván a szövetségeseivel együtt. Mennyit erről, na és akkor most térnék rá 16-ra, milyen képünk van, vagy 16-ban lesz, vagy bemutatni, való. 16. Jó, akkor meg jó. Na, 16. Kérem szépen, 15 a legsikeresebb évünk volt. A legnagyobb győzelmeink éve. Különösen az oroszokat nagyon megvertük, olaszokat visszavertük, szerböket kiütöttük, Törökországnak tudtunk fegyvert szállítani, és mivel be voltunk kerítve, délfele az Anton gyűrűből kitörtünk. Tehát stratégiailag ez egy rendkívül fontos dolog volt, hogy délfele ki tudtunk törni. 16, fölkölthet önne a koronát a 15-ös győzelmekre. A mi vezérkari főnökünk Konrád javasolta Falkenhaynek, ha jól ejtem a nevét, az a német vezérkari főnök. Én általában német tábornokat nem szoktam bírálni, mert az elében elmondtam, hogy a német hadseregnek a harcértékét azt én rendkívül magasra tartottam, meg tartom. Mind a két világháborúban, de itt a másiknál hozzátenném, hogy politikától függetlenül még mielőtt valaki félreértené, tehát én csak a hadseregről beszélek. A másik 16 januárjában egy rövid hadjáratba Montenegrót is levertük, sikerült elfoglalni, illetve azok különbéket akartak kötni, illetve Albániának a kétharmadát, egyharmadán ott olaszok, illetve olaszok szálltak partra, tehát az olaszokkal nem csak Olaszországban harcoltunk, hanem Albániának a déli, ott a Durazzo környéki részön is. Jó, és tehát igen, megvan a vezérkari főnökök. Na, Konrád, a mi vezérkari főnökünk azt javasolta, hogy összesített erőkkel két oldalról
az olaszokat verjük ki a háborúból. Falkenhayn ezt nem fogadta el, sajnos. Falkenhaynek az volt a sleppje, már elnézést, hogy mit már az, hogy ő Verdunnál fog támadni, és ott fogja a francia hadseregöt elvéreztetni. Na most ugye nyilván mindenki érzi a idézőjelet, amit majd mondok. Mi olyan erősek voltunk, hogy ahelyett, hogy a két hadsereg együttesen támadott volna meg egy országot, mikor kis túlzással a félvilág ellen harcoltunk, hát mi külön támadtunk. Ugye a németek támadtak Verdunnél, mi támadtunk Dél-Tirolba, mert a drága jó Falkenhayn német vezérkari főnök nem volt hajlandó elfogadni Konrádnak az elképzelését. Na most ettől függetlenül, hogy külön támadtunk Dél-Tirolba 16 májusába, az olaszoknak ott három mögeréstőt védőállása volt, a három mögeréstőt védőállású kettőt elfogadtunk, kettőt. Amikor jött a hír, hogy keletön, itt már 16-ban vagyunk, ugye tudjuk, hogy az oroszoknál az ember nem számított, meg orosz gőzhengelmű, stb. 16 júniusában Brusilov tábornok, aki egyébként az orosz hadseregnek megítélésem szerint a legjobb tábornoka volt, egy hatalmas támadást indított Lucknál, ott át is törték a frontot, ugye kénytelenek voltunk visszavonulni. Na most nyilván Konrád kénytelen volt abbahagyni a déltörüli támadást, és közvetlen a siker előtt az ott lévő csapatokat átdobni ugye a keleti frontra, mert hát az oroszok ellen ugye védekőzni körülött. Mint ahogy mondtam, ha a térképen végignézzük, tehát bekerítésbe harcoltunk, leszámítva itt a déli áttörést. Tehát Dél-Tirol 16 május, oroszok, igen. Na, ezek után kerül a képbe ez a drága jó Románia, amelyik az egyik kedvencem. Na, gondolom, hogy már mindenki értett az idézőjelet ezeknél a kedvencöknél. Az elébb az olaszoknál mondtam, hogy a koncra mentek. Na most, ha az olaszoknál azt mondtam, hogy a koncra mentek, akkor hát a románokra hatványozottan érvényes. Természetesen az Antantnak könnyű volt a dolga, mert más országokból körülött hatalmas területeket ígérni, vagy lehetett a románoknak. Na, a románokkal aláírták a bukaresti szerződést, és gyakorlatilag megígérték nekik Erdélyt, Bánátot, Parciumot, Bukovinát, gyakorlatilag szinte mindent, amire a románoknak fájt a foguk. Ott is már évtizedekkel korábban a hatalmas, nagy román birodalom, ugye a dáko-román elmélet, hagyni mondjam, amivel a franciák körberöhögték őket, még a saját szövetségeseik az majd később lesz, hogy úgymond ők a rómaiak leszámolottai lennének, de hát most ebben nem akarok belemenni, még idő sincs rá. Na, a románoknak mondták, hogy akkor támadjanak, amikor Brusilov is támad, nehéz volt a helyzetünk. Na most a, mondjad már nevét, Bratianu, a román miniszterelnök az úgy taktikázott, az ki akarta várni a legutolsó pillanatot, elnézést a kifejezésre, nem tudok más mondani, ilyen hullarabló módon, hogy mind teljesen biztosra menjen. Teljesen biztosra menjen, húzta, halasztotta mind a két féllel tárgyalt. A mi követőnknek kijelentették, hogy mi csak véletlenség fognak bennünket megtámadni. Tulajdonképpen a nagy háború úgy ért véget, hogy a történelmi Magyarország területén ellenséges katona nem volt, és akkor az utolsó mondat, utolsó két mondat, azt mondja, hogy levertük a szerbeket, Montenegrót, Romániát, Olaszországot a legutolsó pillanatig, 17 októberben mondtam, hogy az tönk szélén voltak, az oroszokat, hát hívva a németökkel együtt fegyverletét teremünk békére kényszerítettük. Na most ez egy olyan eredmény, amit nem lehet kétségbe vonni, úgyhogy a félvilággal harcoltunk, és azt talán még megemlítettem, talán mondtam, hogy én nem vagyok, tehát én nem osztom azoknak a kollégáimnak a véleményét, akik azt állítják, hogy mivel 14-ben ez a világháborús terv nem sikerült, onnantól kezdve az egész vége volt. Talán amiket állítottam, mondtam itt a különböző győzelmekkel kapcsolatban, vagy mondtam itt Konrádnak az elképzelését, illetve egy mondatban azt nem mondtam, hogy különböző béketárgyalások is, vagy külön békék is folytak. Na most azt előre honnan lehet tudni, hogy ezek a külön béketárgyalások eredményre vezetnek, vagy nem. Tehát ezért mondom, hogy én azt nem hiszem el, illetve én nem értek egyet azzal, hogy amikor 14-ben ez a Párizs elfoglalása nem sikerült, ez automatikusan a világháború elvesztésével is járt. Utána Bróth Tisza István miniszterelnök azt mondta, hogy mi a létünkért harcolunk, megnéztük a visszaemlékezését. Szó szerint igaza volt, hogy a létünkért harcoltunk,
kérem szépen, a nagyháború elvesztése, a Kálai-féle banda, utána a Tamás Köztársaság féle gyönyörűségű 133 nap, és utána a Trianon. Úgyhogy ezek így egymással összefüggtek. Összességében még egyszer mondom, nekem az volt a célom, hogy a katonáink hősiességét, tehát nyilván elsőbben a magyar katonáknak a hősiességét, de mint ahogy elmondtam, közös hadsereg volt, tehát ezt úgy külön válogatni, hogy hun voltak magyar hadosztályok, úgyhogy közben 14-től 18-ig minden frontot végigmondjunk, legyen ebben szárazföldi is, meg legyen benne tengeri is, hogy ezt azért én úgy gondolom, hogy elég nehéz feladat lenne. Egyébként meg voltam elégedve a csapattal, na most, hogyha egy-két bejátszás, vagy egy-két ilyen dolog, fontosabb dolog megmaradt, beleértve a december 6-ai pezsgőhívást mondjuk egy év múlva, a románokkal szemben, akiket nagyon kedvelek, nem csak én, mások is, akkor azt tudnám értékelni, vagy tudom értékelni, úgyhogy maximálisan köszönöm mindenkinek a figyelmet.